Felfogásban, méretben, technikában különbözőek azok a plakátok, melyek az elmúlt évtizedek sárospataki plakát kultúráját reprezentálják. A kultúrának része az, hogy a saját nyomait megőrzi. Nem öntömjénezés véget, hanem amiatt, hogy jönnek utánunk mások majd, a mi gyerekeink. Ennek a gyűjteménynek egy része, illetve nem egy része, hanem mind gyűjteményekből van végső soron, hiszen a Vár, a Szent Irmai László, Balogh Pista saját magángyűjteménye, mi tőled is kaptunk plakátot erre a kiállításra, Művháznak egyfajta gyűjtése, ez itt van. Az, hogy ez még a Várat kivéve, hiszen ez egy tudományos intézmény, nem kellő tudományossággal, nem kellő széles spektrumon történik, ezen talán tudunk ezzel a kiállítással segíteni, vagy kicsit lendíteni ezen a történeten. A plakát egy sajátos, konkrét kultúra lenyomata. Ennek az alkotói folyamatnak volt részese, mások mellett Fazekas Balogh István képzőművész is. A plakátnak rendeltetése van. A plakát az egy vizuális kommunikációs médium, és azoknak megvannak a szabályszerűségei, azokat be kell tartani, mert egyébként nem ér célt, de megvannak a művészi oldalai is, bizonyos határig azért ott is lehet tobzódni, el lehet egy kicsit szaladni vele, lehet egy kicsit viccelődgetni. A pataki plakát történetének részét képezi a sáros pataki nyomda is, hiszen részesei voltak maguk is a technikai fejlődésnek. A magas nyomtatással kezdeném talán, mert az volt az első, amikor már farragaszokat tudtak csinálni, és a nagy nyomógépek megjelentek már, tehát itt értem ez alatt az A2-es, A1-es nyomógépeket, tehát azokat az igazi nagy plakátokat. Azok magas nyomással készültek, a szöveg része. Azok így ilyen, ezekből a fabetűkből, ezek azért vannak fából, hogy könnyű legyen. El lehet képzelni, hogy egy ollombetű, ha ilyen nagy lenne, milyen nehéz lenne, nem bírnánk megemelni. Ezért aztán fabetűket készítettek, és fabetűkből szedték ki, különböző típusú, vágású, meccésű betűk voltak, és ezekből állították össze a falragaszt. Ezek zömmel, azok a falragaszok szöveget tartalmaztak. Mi az idegenforgalom, a turisztika, hogy tetszik, és a kultúra kapcsolatából élünk, illetve az a feladatunk, hogy ezt a kettőt összehangolva minél több vendéget generáljunk itt Sárospatakon. Én azt gondolom, hogy mivel közeledik a nyári turisztikai szezon, nem véletlenül választottunk egy ilyen, ha lehet azt mondani, kicsit populárisabb tematikát. Azt mondják, a plakát az utca ruhája. A tárlat készítői ezt a ruhatárat tették most szemléletessé, ezzel a plakát, kultúr, politika és kortörténeti bemutatóval.